Sziasztok, sziasztok, üdvözlünk mindenkit innen a Mamitól. Szia, Mami! Sziasztok, üdv mindenkit. Mi a helyzet, Mami? Minden jó. Na, mit hoztál ma nekünk? Hát most egy kis változatosságot hoztam nektek. Hát ez egy csirkemell torta. Tudom, hogy sokan azt hiszitek, hogy valami sütike, de nem. Szia, papa! Egy ilyen csirkemelles rakottas lesz. Hát én ezt már felszereteltem, sóztam ezt a csirke mellett, és akkor mutatom, hogy mik a hozzá valói. Nekünk ehhez kell egy csomag ilyen békön szalonna, fog kelleni sonka, sajt, majd a tejfölbe fogok reszelni 2 gerezd fokhagymát és tejfölt. De amúgy egyszerű. Na és akkor a csirke mellett én már délelőtt ugye felszeleteltem, vékony szeletet. Ezt nem kell pácolni meg ilyenek, nem? Kell semmit, se sütögetni. Ezen már só van, de hülye vagyok, ez kömény. Így időben vetted észre. Elnéztem, hogy kicsi borsot akarok rátenni. Megtalálom. Itt van, egy pici borsot fogok. Így, és akkor ez más, semmilyen felszert nem fogok rakni. Egy picit azért átforgatom. Mindenhol sót tettem rá, már mondtam is. Na és akkor lényeges egy ilyen tág, de tepsibe is nyugodtan el tudjátok készíteni, vagy tortaformába szoktam. Ez a őszgerinc forma, nem? Nem, hanem rendes tortaforma. Van ez a nagyobb tortaforma, vagy ilyen jénai tál, de akinek a kettőből egy sincs, nyugodtan tepsiben is el tudja készíteni. Na most ugye ezt tál szélét én kirakom ilyen békön szalonnával. Így. Szép most ez a szalonna. Szép, pont azt akartam mondani. Úgyhogy az alja is egy kicsit maradjon, meg a szélén is legyen, majd ezt vissza fogom hajtani. Ja, vissza kell hajtani majd. Igen. Így. Hát ezt majd akkor fogjuk tudni már úgy eligazítani szépen, hogyha rákerül a tetejére. És majd hozom a tojást, lisztet. Hát nem valami sok ez a szalonna, de majd megpróbálom. Még egy kellett volna mi. Így, egy kicsit így összehozni. Jó ez így. Jó ez így, persze. És akkor hozok egy kis lisztet, és akkor 2 darab tojást felütök. Egy pillanat, mindjárt jövök. Oké. Hozom a tojást. Tojni hozatal. Szép időnk van. Hát én előtt egy hívás. Ja, üves voltunk, esett is nálunk az eső. Hát itt is esett. Na, meg egy kis tálat. Így, és akkor hozom a lisztet. És milyen köretünk lesz hozzám, ami... Hát, köretet még azért meg kell terveznem. Nem tudom, mi legyen a köret. Rizs. Hát, ez mindennel finom. Ez mindennel finom. Lehet püré. Rizssel, krumpi püré, sült krumpival is nagyon finom. Úgyhogy rátok bízom a... Itt akartam sót egy picit a... Jó kis ízű, krumpli saláta. A tojásba én is erre gondoltam. Pici sót. És
és akkor ennyit fogunk tenni, hogy megmártsuk a lisztbe. Így minden szeletet, egyelőre nem mindet, csak a rétegezésnél fogjuk majd, és akkor így lerakjuk. Hát két réteget terveztem, hát mivel, hogy csirketorta, azért legyen egy kis formája. Tényleg ez nagyon egyszerű, nem kell annyit vele. És akkor egy ilyen 40-45 percet betesszük sülni, szép ropogósra megsüssük. Ezt lehet bátran, amikor tényleg egy ilyen nagyobb összejövetel is van, vagy születésnap, ezt nyugodtan másnapra jó kihűl, és akkor francia salátával. Hát szeretnél, mint egy tortát. Krumpi francia salátával, vagy bármilyen hideg salátával el lehet készíteni. Én is azzal képzelném el, mondjuk ilyen krumpi saláta, vagy francia, vagy tojás saláta. Hát igen, pedig van itthon minden. Jó, de ezt apa hozott tegnap friss tojást, nagyon szép. És akkor erre a rétegre rögtön tesszük a sonkát. Hát ugye sonkából is nagyon sok választék van. Azt hiszem, hogy ez a pápai sonka ez, de mindegy, milyen sonkát raktok, így be. Terítsük, hogy belepje mindenhol. Hát az így egy olyan jó minőségű sonka legyen azért. Azért finom sonka ez. Na és akkor egy ilyen réteg, ez pont elég. Ilyenkor jövök a sajttal. Ez füstölt sajt. Erre esett a választásom, de lehet reszelt sajttal is megszórni, de most én ilyet. Ilyen van itthon nekem, nem reszelgetem. Jó, így. És akkor ezt ugyanúgy befedem, mint a csirkecombot. Na és akkor itt a tejföl. Ebbe semmi más nem kell. Reszelünk bele kettő darab. Aki nem annyira szereti a fokhagymát, ezt el lehet engedni. De higgyétek, de biztos jó ízt ad neki. Nagyon jó ízt fog neki adni. Már ugye maga a bacon szalonna, a sonkának is van egy finom íze. Olyan illata van már így is. Úgyhogy tényleg ez azon kívül, hogy bors meg só van, a többit adja saját maga. A kellék, ami rajta van. Ezt így jól kikeverjük. És akkor ezt is megkenjük szépen. Ó, de jó illata van, jó fokhagyma. Én nagyon szeretem a fokhagymát, én nálam elengedhetetlen, én mindenbe teszek. És akkor ugyanúgy jövök a következő réteggel. Mondtam is, hogy ez két réteg fog lenni, de szerintem a húsim is pont ennyi. Liszt, tojás. Na gyere, Máki. Így. És megint lerakjuk. Én ezt karácsonykor is nagyon Tök jól néz ki amúgy az asztalon. Ezt csinálni csak akkor annyi a változás benne, hogy azért egy picit, hogy karácsonyi
hangulatot hozzon ez a kis csirkemelltorta, akkor szoktam beletenni kis fahéjasalmát, vagy datoját, vagy szilvás, kis száraz gyümölcsöt. De most ilyen hétköznapban vagyunk, úgyhogy annyira... Hát valami nem soká karácsony. Hát 90 valahány nap. Jó Istenem. Most volt karácsony nemrég. Na, pont elég a... Nem tetted ezt 10 évben. Jó, terülje vagyok. Pont elég lett a csirkemen. Aki most a Tesco-ba jár, mert itt a fogarasi Tesco van mellettünk, nem messze, most 1300 forint a... De milyen jó akciók vannak, ahol? Most a hús a Tesco-ban nagyon olcsó. Mennyi volt most fel a csirkecomb, amit vettél? Csirkecomb 6 valamennyi volt kilója. De milyen szép volt. De minden egyéb más hús tényleg most nagyon jó árban van. És akkor megint jön rá a sonka. Beterítsük, mindjárt hozom a... Mert kétféle sonkát vettem. Hát még egy két szelet kell. Mindjárt jövök. Na. Sajtunk azt szerintem pont elég lesz. Félem most 1300 forint a csirkemell kilója. De csontos vagy? Nem, a filé. Filé? Nagyon jó. Hát ez is egy finom csirkemell. A csirkemell sonka. Ez csirkemell sonka, hát még egy pár szelet kell. Nem baj, hogyha másmilyen sonkátok van, lényegtelen, akkor maradt még sajtom, ugyanúgy kirakom. Vagyis hülyen csinálom, mert a tej föl kell. Addig rétegezzük, ameddig van alapanyagunk. Hát igen. Nagyobb a család, akkor lehet 3-4 réteg, de akkor az már tényleg nagyon sok. És akkor befedem sajttal, mindjárt kapcsolom a sütőt. Na és akkor ezt, amit mondtam, ezt a bacon szalonnát így visszahajtogassuk. De jól néz ki. Na és akkor mehet a sütőbe. Ezt fogjátok látni, mert ugye a csirkem, amikor már gyöngyözik körbe a tál, ilyen szép barna fog lenni, a teteje nagyon szépen a szalonna megpirul. Hát egy olyan 35-40 perc között szokott nekem ez megsülni. Na, kapcsolom a sütőt, és akkor megbeszéljük a köretet. Köretet. Na, ezt akkor bedobjuk sülni, és akkor megbeszéljük a köretet, mi legyen, aztán jövünk vissza. Na, ilyen szép. Mutasd az alját. Aha, gyönyörűen. Jól néz ki. És az, amikor kihűl, akkor ugyanúgy tudjátok szeletelni, mint egy tortát. De tudjátok, nálunk ez sose sikerül. Hát igen, mert nincs idő várakozni. Nem tudjuk megvárni. Na jó, gyerekek, akkor jövök vissza. Na, itten is vagyunk, hát arra a döntésre jutottunk, hogy a rizs lesz. Igen. Hát aztán még lehet majd kis krumplit is fogok. Na most én a rizst úgy szoktam elkészíteni, aki nem tudná a rizst. Egy ilyen bögre, és akkor duplázzuk a vízzel. Egy ilyen, legyen két bögre. Akkor 4 bögre vizet rakunk hozzá. Hát ennyi maradt a 4 bögréből.
Azt már tettem. Beleteszem, ja. Akkor egy öt vizet tegyél hozzá. Te meg is öt. Ja. Hát de mert hogy még több volt, csak azért mondom. Hát a tortánk a süldögél, nézzétek meg. Gyönyörű szép. Olyan illatok vannak itt. Kár, hogy nem érzitek. Négy, és akkor egy fél, mert nem teljes volt már a rizsánk, és akkor feltesszük főni, pici sót rakok bele. Addig hagyom fölforni, és akkor utána teljesen takarékra le fogom venni, és onnantól fogva nem szabad kavargatni, mert csak törjük. Mert hát én is nagyon sokszor ugye megmosom a rizst, de állítólag a vitaminokat lemossuk róla. Hát én nem tudom, nem most tudom ezt én nem mostam meg. Picit csózom. Mi az igaz ebből? Nem tudom. És akkor én ehhez fogok tenni egy fej, vagyis egy gereszt fokhagymát. Én ebben is nagyon szeretem. Nem vágom össze, csak így egészbe rakom. Szoktával lehet tenni sima hagymát is egészbe. Majd ezt is fogok tenni, egy kisebb fej vörös hagymát. Így csak egy kicsit bevágom, és akkor mehet bele. És akkor hozzak egy ilyen kisebb fej vörös hagymát. Hát tényleg olyan jó ízt ad neki a hagyma. Na, ilyen kicsi fejhagymát így egészbe beledobom, és a végén ezt így egybe ki lehet szedni. Nagyon jó ízt ad neki. Hát szoktam ugye egy kis zöldséget, de most semmi olyanon nincs itthon. Most natur lesz. Most csak ilyen naturról lesz, kis petrezselyemmel. Na így. Na, gyerekek. Hagyom, hogy egyet forjon, és akkor utána teljesen takarékra le fogom venni, és egy olyan 10, hát olyan 15 perc, hát rizstől is. Ez jázmin rizs volt. Ez jázmin rizs. Ugye ezt a izét szoktam általában, ezt a basmati rizs. De van itthon egy hülye rizsem, de azt én inkább majd káposztákba, mert hú, nagyon rossz rizs. Na jól van, akkor hát látszok, jövünk, hogyha kész van minden, igen. És akkor jövünk a tálalással, mert igazából már más dolgunk nincs, arra is megvárjuk, a tortánkat megvárjuk, és akkor jövünk. De szép! Nagyon szép, tényleg. Gyönyörű az a torta. Ja. És szülinapra is lehet. Hát nyugodtan. Igen. Na jól van. Sütemény helyett. Így van. Na, jövünk gyerekek. Na, itten is vagyunk a végeredménye. Na, kész lett a kis tortácskánk, jó, megsült a szalonna. Hú, milyen illatok és vannak itt. Közben sütöttem steak burgonyát, így héjában sütöttem meg. Ezt próbáljátok ki, ez nagyon finom, így egy picike kis fokhagyma sóval van megszórva. Úgyhogy vegyes körettel lesz itt a rizsünk. Itt a rizsünk is, mindjárt mutatom. Úgyhogy itt a burgonyánk. Így néz ki. De jó illata van. Na és akkor mutatom a rizst.
ilyen wow. lett. Ezt hagytam még egy 5 percet a párába, így, és akkor így lássátok, ilyen finom lett. Itt a hagyma, fokhagyma, ezt mindjárt én majd kikapom innen, egyelőre csak ide rakom. Na, ilyen finom, és nem szabad törni, csak így villával kell egy picit így föllazítani. Kérünk egy tálalást, mami. És akkor tálalunk. Na. Apának sütöttem a burgonyát, annyira ő nem tésztás. Jaj, azt akartam fölvágni. Most ide kéne hozni, mert nagyon meleg. Most vettem ki a sütőből. Ja. Ingyene. Ennek is ülni kéne, mi? Hát igen. Minden szeretünk melegen. Na, veszek egy ilyen lapátkanalat. Megpróbálom kiserkészni. Hát ahogy sikerül. Hát ahogy sikerül, igen, mert tűzkorva. Wow! Jó, de jól néz ki. Azt mindjárt így felszedem, meg nem ide tartozik. Na, még melegen, és lássátok, ilyen szépen lehet szelni, de ez, ha teljesen kihűl a töltőbe, akkor... Akkor lesz a tökéletes. Akkor teki, de így is nagyon finom. A tűz forró ez a tál. Hát igen, igen. A kezem. De mit kész? Pontot is, rist is. Igen, vegyek. Egy kicsi köret. Ez, egy kicsi az. Akkor adunk ide egy pár szem burgonyát. Jó, 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 bőven. Így. És akkor rakunk mellé. És egy kevés rist. Egy kicsi rist. Most képzeld, hogy étteremben vagy. Jó. Oké. Okay. Ennyi elég? Jó, bőven. Ajaj, bőven. Na. És akkor lesz hozzá egy finomság, mindjárt hozom. Na. Mivel lesz meg, mami? Nem elég finomság? Ezt nézzétek meg. Tudom, mennyire látszik ott a rétegezés. Ott a finom sajt is. Nem tudom. Hát csináltam egy ilyen kis salit. De ezt kiveljük, mert ugye ezt egy picit állnia kell, akkor lesz nagyon-nagyon finom. Ez milyen sali, mami? Majd legközelebb meg fogom mutatni nektek. Most ebben van egy picike kis fej... káposzta, egy szál sárgarépa, egy uborka, egy kígyó uborka, majonéz, tejföl. Hát az édességét én azzal pótoltam, hogy egy körte van benne, és a színe, ami ilyen szép rózsaszín, az meg granát, alma magok is vannak benne. Az igen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon finom. Ez össze is ért. Ugye ebben nincsen se cukor, se ecet, mert én annyira a ecetes salátákat nem nagyon szeretem. Azért tettem bele egy kis granát, almát. Jól néz ki. Na, elég? Hú, bőven. Na. Na, hát akkor... Ez van még pluszba hozzá, de bármilyen savanyút tudtok készíteni. Na, jó étvágyatá! Na, akkor jó étvágyat kívánok mindenkinek! Reméljük, hogy tetszett nektek ez a kis egyszerű kis torta receptünk. Készítsétek el nyugodtan! Írjatok szép napot kívánok nektek, legyen
hátra levő időtökbe tényleg nagyon szép napotok. Ha megtetszett ez a kis recept, akkor hétvégére a családnak ugye el tudjátok készíteni, de esetleg születésnapra vagy bármilyen. Ez bármire megfelel. Mondjuk ez nálunk is ez hétvégére lett beiktatva, de nem voltunk itthon. Ja, igen. Aztán születésnapon voltunk, aztán így mára meglett. Na, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Na. Majd jövünk továbbiakban, mint a mamitól jó receptekkel. A héten majd jövök sütikével valamit, majd na, várjuk tervezek. Találj ki valamit, mami. Azt na, közben hívnak is, úgyhogy el is köszönünk. Igen, sziasztok! Sziasztok!